Na hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Volt szerencsém megtekinteni a Formula 1 hajsza túlélésért Drive to Survive harmadik évadát, és hát szerintem az előző évadok jobbak voltak. Nem is az, hogy ez rossz lenne, vagy ilyesmi. Ugye szokták mondani, hogy a Netflix-es sorozatoknál a harmadik évadra elfárad már a sorozat, de itt ugye az élet a forgatókönyvíró, és ugye a tavalyi év függetlenül attól, hogy ugye Hamilton simán megnyerte a világbajnokságot, ettől függetlenül egyébként elég izgalmas volt. Nekem igenis van problémám az epizódoknak az összeállításával. Tehát az, hogy Nico Hülkenberg nem kapott egy külön epizódot, vagy hogy őt szinte semmilyen formában nem rakták bele a sorozatba, vagy hát ebbe az évadba, az engem egy kicsit zavar. Tehát azzal nekem igenis van bajom. Ami másik probléma, hogy George Russellről se volt semmi, holott annak is lehetett volna talán egy epizódot szentelni, vagy összekötni egy Nico Hülkenberges epizóddal, hogy hogyan élte meg élete eddig legnagyobb lehetőségét, hogy vezethette Lewis Hamilton autóját. Tehát ilyen szempontból nekem igenis van hiányérzetem. Az első rész az... Hát az azért sikerült uncsira, mert igazából a koronavírusról szól, hogy a csapatok, meg maga az egész Forma 1 hogyan élte meg ezt az időszakot. De ugye, mivel mi is nézők, illetve Forma 1 rajongók, mi is unatkoztunk, amíg nem volt Forma 1, a csapatok, illetve a pilóták is ugyanúgy uncsiztak. Ami változás volt talán az idei évben, hogy a székfoglalósdi, ahogyan ezt szokták mondani, a székfoglalósdi az korán elkezdődött. Valószínűleg azért is, mert a pilóták unatkoztak, és nem kellett ugye a versenyzésre koncentrálni, ezért már rögtön azzal foglalkoztak, hogy akkor, hogyha nekem jövőre nincsen szerződésem, akkor hova tudok menni? Vagy hogy mit tudok tenni? Aztán, ami egyébként meg nagyon jól sikerült, szerintem a Valtteri Bottasos epizód, a második rész. Nekem egyébként sem volt semmi bajom Bottasszal, de egy elég szimpatikus figurát csináltak belőle abban az epizódban szerintem. Igazából tényleg egyetlen egy célja van a srácnak, hogy ha már a versenyszéria legjobb autóját vezeti, ugye a Mercedes-t, akkor azért kezeljék már úgy is őt, nem? Tehát aki a legjobb autót vezeti. Nyilván azért nyilván Lewis Hamilton azért valamivel tehetségesebb, mint Valtteri Bottas, de az, hogy ennyire háttérbe szorítják a Mercinél, az azért kicsit sok. Tehát az tök jó, hogy van egy első számú pilóta, meg második számú pilóta, mert normál esetben abból vannak a legnagyobb konfliktusok, hogyha a két pilóta ugyanolyan feltételekkel versenyzik, ugye ezt már mondtam korábban talán, hogy erre már volt példa nem is egyszer a Forma 1 történetében, és túl sok jó nem származott belőle. Tehát az jó, hogy van első meg második számú pilóta, de hogy valakit ennyire a háttérbe szorítanak, az már megint csak nem egészséges. Aztán nagyon örültem annak, hogy Pierre Gasly is kapott egy epizódot, hát az nyilván, tehát ott muszáj volt ebből epizódot csinálni. Az is nagyon jó volt, hogy Sergio Pereznek is azért elég sok időt szenteltek. Érdekes volt, hogy most az Alfa Romeo-val is foglalkoztak, bár én továbbra is azt mondom, hogy a Forma egy legunalmasabb csapata, és hogyha így a közelmúltat nézzük, talán így összességében az elmúlt 20 év legunalmasabb csapata, és Raikkonen mutatták két mondat erejéig, Giovinazzit kb. 5 perc erejéig, és próbálták ugye összehasonlítani a Haas-szal, és azon döbbentem, amikor mondták, hogy a Haas-nak és az Alfának a pénzügyi feltételei nagyjából azonosak, tehát nagyjából ugyanolyan büdzséből gazdálkodnak. Hát én ezzel azért nem értenék egyet. Szerintem a Ferrari az sokkal jobban ott van az Alfa Romeo mögött. Persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha az Alfának van egy számla, amit ki kéne fizetni, akkor azt a Ferrari kifizeti, de szerintem azért ott a büdzsé az más. A Haas az mindig is izgalmas csapat volt, és nagyon örültem annak, hogy megint láthattam Günther Steinert.
Szerintem, hogyha lesz következő évad, ami megint csak érdekes, hogy eddig ugye az volt, hogy mindegyik évad végén volt utalása arra, de volt is, hogy konkrétan kimondták, hogy majd jönnek egy újabb évaddal, most ez elmaradt. És ezt hiányoltam, holott a 2021-es szezon is nagyon izgalmas lesz, ugye Sebastian Vettel ment az Aston Martinhoz. Visszatért Fernando Alonso, a Haas csapat az mindig is izgalmas, ráadásul úgy, hogy most egy Mick Schumacher is ott lesz náluk, így meg főleg. A Ferrari, hogy egyáltalán végre kicsit össze tudják magukat kapni, az megint csak jó. Ricciardot én nagyon bírom, tehát az ő stílusa az nagyon kéne egy következő évadban, tehát hogy láthassuk őt is, tehát sajnálom, hogyha nem lenne ennek következő része. Aztán mi volt még egy év iránt? Az utolsó évad az ugye az nagyjából a lezárása az egésznek, az mindig az szokott lenni, hogy az utolsó futamot bemutatják. Itt ugye a legnagyobb izgalom az utolsó részben az volt, hogy ki lesz a harmadik, ugye a McLarennek volt esélye a harmadik helyre konstruktőri bajnokságban, aztán a Racing Pointnak, illetve a Renaultnak. Tehát ez volt az, ami ott az izgalmat hozta. És hát ugye volt a grozsanos rész, nyilván arról is kellett csinálni, mert nem csak Grozsan miatt, hanem az, hogy tényleg a Forma 1 bármennyi is biztonságos, bármikor megtörténhet ilyen, és igazából azt akarja bemutatni, hogy ezek a pilóták is, hogy ilyenkor mennyire védtelenek, holott tényleg egy főleg amióta már van a Glória, azóta egy elég biztonságos, vagy sokkal biztonságosabb sportnak lehet mondani a Forma 1-et, de hogy azért még mindig ott van az, hogy bármikor, bármelyikükkel történhet valami. Kicsit talán az epizód túlzottan is drámaira sikerült. Biztos vagyok benne, hogyha, hát bármint nyilván az a jó, hogyha senkivel nem történik ilyen, de hogyha egy olyan pilótával történt volna ez az eset, ami Grozsannal, mint mondjuk egy... ki az, aki népszerűbb, majdhogy nem mindenki, mondjuk egy Vettel, vagy egy Hamilton, vagy egy Ricciardo, akkor hogy mondjam, talán a rajongók jobban együtt tudtak volna érezni a szituval, bár hozzáteszem, hogy én minden egyes Forma 1-es pilótát nagyon tisztelek azért, hogy eljutott oda, és Grozsant is nagyon tisztelem, de ez volt neki az a visszajelzés, hogy ott is kell hagyni a Forma 1-et, mert nyilván a Haas ugye már korábban bejelentette, hogy nem hosszabbít Grozsannal, meg Kevin Magnussennel se, de nem is kell már neki nagyon törnie magát, hogy a Forma 1-ben maradjon. Igazából annyira talán ő se szorul rá erre, meg hát azért, ha belegondoltok, van felesége, két gyereke, ha jól tudom, két gyereke van, tehát gondolj bele, amikor, és tényleg ez a sorozatban volt is, már itt az epizódban volt is, hogy a feleség meg a gyereke így gyakorlatilag egy két és fél percen keresztül telibe azt hitték, hogy Romain Grosjean meghalt. Hát gyakorlatilag mi is, amikor néztük a tévében, mi is azt láttuk, hogy hát baszki, van ott egy kis tűz, és ebből nem tud kiszállni senki élve, és mégis, ugye. És izgalmas lett az epizód is, tetszett az, hogy olyan kameraállást is láthattunk, amit szerintem nagyon így még neten nem láthattunk, de talán egy picit túlzottan is drámaira sikerült. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, teljesen rendben van a harmadik évad, én azt gondoltam, hogy kicsit talán izgalmasabbá tudják tenni. Az, hogy Hülkenberg kimaradt, hát ennek is meg lehet az oka, hiszen senki nem számított arra, hogy Nico Hülkenberg visszatért, tehát itt azért van egy elég komoly menetrend, hogy melyik pilótával, melyik csapattal, mikor készítenek interjúkat, melyik versenyen éppen melyik csapata az, amikre összpontosítanak, és ebben már valószínűleg ebbe a forgatókönyvbe már nem nagyon fért bele Nico Hülkenberg. Azt sajnálom még, hogy George Russellnek nem szenteltek kellően időt. A Williams-szel sem nagyon foglalkoztak amúgy, tehát ugye az előző évadban volt egy olyan rész, ami kifejezetten a Williams-ről szólt. Igazából itt már nagy újdonság nem lett volna, mert tavaly is nagyon rosszak voltak, mármint 2019-ben is nagyon rosszak voltak, meg 2020-ban is nagyon rosszak voltak, tehát itt igazából már nagyon nem volt mit bemutatni, már nem volt hova tolni ezt a dolgot. Én nagyon remélem, hogy lesz negyedik évad, mert mondom, ez az év is, vagy ez az idény is nagyon izgalmasnak ígérkezik. Ennyit szerettem volna, véleményeteket nyugodtan írjátok le kommentben, hogy ti hogyan láttátok ezt az évadot, és köszönöm a figyelmet, sziasztok!